A bába szórakozni, mulatni kell, és nem politizálni, meg nem évezzeket. Fehér asztal, itt nincs vita, itt jó hangulat van. Tulajdonképpen, ha az ember megkóstolja a finom borocskát, egy fröccsöt vagy egy sört, megoldódik a nyelve, és őszintén beszélnek az emberek, és nem törődnek a nagy dolgokkal, csak az ez a mai napi dolgokkal, a szórakozással. Az egy tévedés, hogy a magyarok egy jelentős része nem a legtemperamentumosabb népek közé sorolja a németséget, a hazai németséget sem, ugye ez inkább a déliekről, az olaszokról, spanyolokról terjed, hogy ők ilyen nagyon vehemensek. Itt meg mindenki mulat. Itt a budaörs és a budakörnyék is vávak ugyanúgy szeretnek mulatni, mint Baranyába, vagy Tolnába, vagy bárhol. De egyébként aki a németekre azt mondja, hogy nem szeretnek mulatni, el kell menni egyszer egy Oktoberfestre. Magyarországban. Így van. Egyébként ilyesmit tervezünk mi a jövő évi programunkban, ha sikerül megoldani. Mi a múzeumban, a múzeum udvarán szeretnék egy ilyen kis Oktoberfestet csinálni. Ez is a jövő évi terveink között szerepel, mint ahogy az is, hogy ha igaz, akkor már az idén heteken belül neki kezdhetünk a tájháznak a felújítását. Ez egy nagy fába vágtuk a fejszínket, mert ez egy olyan 70 millió forintos beruházás lesz, és ezzel megújul a mi tájházunk, ahol az összegyűjtött régi hagyatékokat, mint a régiben is ki volt állítva, de ahol mindenhol, amit összeszedtük, ki tudjuk állítani, kiállítani, be tudjuk mutatni. Akkor örömmel mondhatom azt, hogy pont beszéltem a Ritter Imrével, aki korábbi elnökünk volt, és most országgyűlési szószóló, a németségnek a szószólója, hogy avval a jó hívvel lepett meg délután, hogy úgy néz ki, hogy Budaörsön lesz elhelyezve az a múzeum, ami a magyarországi svábok kitelepítéséről szól. Tehát egy nagyon szép kis múzeumot szeretnénk itt létrehozni, ahol végtére is bárki, aki erre jár, megnézheti azt, hogy hogy éltek, hogy laktak, mit csináltak a budaörsi svábok, és egy ilyen országos kiállítás, hogy milyen szomorú sors vált rájuk 46-ban. Ezek nagyon komoly, nagyívű tervek, és jó lenne, hogyha megvalósulnának, de pénzbe kerülnek. Milyen forrásai vannak az önkormányzatnak? Kapnak-e támogatást, tudnak-e pályázni, hogy ezek megvalósulhassanak? Természetesen kapunk pénzt a budaörsi városi önkormányzattól, hisz nélkülük nem is tudnánk nagyon létezni, és természetesen minden lehetőséget kihasználunk, és minden pályázaton, ahol lehet indulni, és ez a témát lefedi, amiben mi pályázunk, hogy nagyon nyitva tartjuk a szemünket, és szeretnénk mindenhol indulni és nyerni természetesen. Mindig nagyon szívesen jövök ezekre a bálokra, sváb bálokra, egyéb bálokra is. Nos, ha tehettem, akkor eljövök. Ugye nagyon sok ilyen bál van a választókerületben, hiszen azért ez egy sváb környék. De ahova tudok, elmegyek, és engem meg kell mondjam, mindig megfog. Az a, hát sváb bálban vagyunk, úgyhogy nyugodtan mondhatom, az a gemütlich hangulat, amikor az egész csapat úgy együtt van, együtt énekelget, együtt sörözget, szóval van ennek egy ilyen különös bája és hangulata. Mennyire lehet magánember egy ilyen rendezvényen? Abszolút az ember lehet magánember, persze, és én meg is próbálok általában saját magamat adni, magánemberként lenni. Egy probléma van, hogy mivel Zsámbékon lakom, a sörözgetés most elmarad, úgyhogy vizezgetés van, de az ember pontosan ugyanolyan jól tudja érezni magát, hogyha jó társaságban van, és itt az van. Anélkül, hogy minősítenénk bármilyen más hazai nemzetiséget, mivel magyaráz a képviselő úr, hogy a hazai németség az ennyire összetartó, ennyire ad a kultúrájának az ápolására egész kisgyerekkortól?
ahogy láttuk a táncosokat, az idősebb generációkig. Én azt hiszem, a többi nemzetiség is azért többé-kevésbé összetart, de hát a sváb az az egyik legnagyobb, és talán ez az összetartást még erősíti az a történelmi tragédia, ami a kitelepítéssel, előzetéshez kapcsolódik. Viszont számomra éppen az egy nagyon nagy dolog, amit ön is mondott, hogy ezek az emberek, a itt maradt svábok, a velünk együtt élő svábok a hagyományaikat őrzik, a nyelvüket őrzik, próbálják, tanítatják a gyerekeket. Nagyon sok kétnyelvű iskola van, nemzetiségi iskola van, mert mindez azt jelenti, hogy bíznak a jövőben. Bíznak abban, hogy svábként, német nemzetiségiként itt ebben a közös hazában együtt élhetünk, és együtt egy közös jövőnk van. Én ezt nagyon fontos dolognak tartom. Ez egy Dél-Németország és Ausztria viselete, tehát ugye a Lederhose, a bőrnadrág, most jelentesen meg kurce, tehát rövid, és ugye hát az ingen is látszódik, az Edelweiss, maga a havasi gyopár, ami ugye a hegyeknek a jellegzetes növénye, és ugye a kalap, tehát a bajorok és a tiroliak, sőt, ugye azt kell mondjam, hogy régen mi is, ugye a mi őseink is mindenhova kalapba mentek. Bajor és tiroli felmenői vannak, képviselő úrnak? Törzsgyökeres német ajkú vagyok. Igen, tehát tulajdonképpen mi a Fekete Erdőből származunk, az nem Bajorország, tehát hozzáteszem, az ugye az Württemberg. Brinkmann professzort látta esetleg? Igen, a Schwarzwald Kliniknél jobbra. Hogy érzi magát ebben az idei bálban? Gondolom nem ez az első sváb bál, ami részt vesz. Nem is, remélem nem is az utolsó is, de nagyon jó hangulat. Nagyon jó hangulat. Tehát érdemes csak egy pillantást vetni. Tehát az emberek tényleg elengedik magukat, táncolnak, örülnek, és ugye a tipikus Schrammel. Ez a németek habitusából is származik? Így van, nem tartják a németeket egy humoros népnek. Tulajdonképpen nem is, de nagyon szeretnek mulatni. Hát igen, mert hogy a németségről van egy ilyen sztereotípia, hogy nagyon pedáns, precíz, minden elvágólag. Ehhez képest itt még nem láttam dülöngélő és sörös korsókkal hadonászó embereket, de felteszem, hogy lesznek ilyenek. Így van, egyébként erre egy nagyon jó példa. Voltunk egyszer Bajorországban, Münchenben, és ott több közintézményben, hivatalban is jártunk, és eljutottunk a Landesparlamentben. És mindenhol, ugye amikor megérkeztünk, kérdezték, hogy mit innánk először, vodkát vagy konyakot, mert csak utána kapunk sört. És már ez a negyedik, ötödik ilyen hivatal volt hivatali időben, jelzem, és ugye a Landesparlamentben megkérdeztem, hogy hát, mein Entschuldige, de hát itt azért egy pedáns népről van szó, és hát most itt hivatali időben sört iszunk. És akkor mondták, na jó, ezen a héten Oktoberfest van, de ha jövő héten jössz, csak ásványvizet kapsz. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Tehát van egy hét, amikor kiengedik a gőzt, és akkor tényleg úgymond ki is engedik a gőzt, és a maradék 51 hétben pedig abszolút odafigyelnek a munkára.